Rekordidővel mindössze 3 év leforgása alatt nyerte el a füredi Eötvös Loránd általános iskola az akkreditált tehetségpont címet. Ráadásul nem csak a városban, hanem a környékén is egyedül ők rendelkeznek ezzel a kiváló minősítéssel. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács erről szóló oklevelét április 12-én vette át az iskola udvarán tartott ünnepségen Tremmer Bernadett igazgatónő. Lehetőség, és bevallom őszintén, ez egy kötelezettség is. Szóval ez egy édes teher, mert innétől kezdve meg kell felelnünk az elvárásoknak. A tehetség egy sokrétű, nehezen megfogható és értelmezhető fogalom. Adódik tehát a kérdés, az Eötvös iskolában mit is jelent a tehetséggondozás? Mi azt állítottuk, hogy a hozzánk érkező gyermekeket egyénileg kezeljük őket, és mindegyikőjükben megpróbáljuk meglátni azt a valamit, amitől ő más, mint a többi. Ez így nagyon általánosnak és nagyon közszerűnek tűnik, de ezt a mindennapi életben, most, hogy egész konkrét példákat említsek, nálunk 3.-4. osztálytól kezdődően tehetségműhely foglalkozásokat tartunk. Tehát amennyiben egy tehetséges tanuló, tehetségígéretről, mert ebben az életkorban még csak tehetségígéretről beszélünk, felfigyelünk rá, akkor van úgy, hogy a szülőkkel felvesszük a kapcsolatot, és pályázatokat ajánlunk neki. Külön foglalkozunk a gyermekekkel. Tehát ez egy kicsit több, egy kicsit más, mint a hazai iskola rendszerben eddig is működő versenyeztetés. Beletartozik a versenyeztetés, de nem pusztán az, és önmagában ez nem lenne elegendő. Az akkreditált tehetségpontok hálózatához tartozó tanintézmények plusz információkhoz juthatnak, program lehetőségeket rejt a diákok és a pedagógusok számára. A tapasztalatunk szerint mozgósítja a rejtett, szunnyadó erőket, kreativitást is az iskába, hiszen azáltal, hogy ők belépnek ebbe a, lehet azt mondani, egy ilyen elit körben, egy elit intézményi körbe, ezáltal valahogy az öntudatra ébredésük is megtörténik, egy csomó olyan programon, módszertani megoldáson kezdenek el gondolkozni, amelyen nem gondolkodtak volna, hogyha ez a körbe történő belépés, a tehetséghálózatba történő belépés nem történik. Pedagógusok számára továbbképzéseket, műhelybeszélgetéseket, tapasztalatcserét tervezünk. Egy pedagógus számára a továbbképzés az ne teher legyen, hanem valamilyen örömet adó új impulzusnak és új közösségnek, új szempontoknak a megtalálását kellene, hogy jelentse. Ez a mi törekvésünk. A diákok számára csoportos és egyéni fejlesztéseket is terveznek. Az elmúlt 5 évben például évente 6-700 diák vehetett részt abban a tutorálási programban, ami iskolán kívüli lehetőséget biztosít a gyerekek számára. Olyan iskolán kívüli tutor szakembereket biztosítottunk az ő számukra, akik érdeklődtek az ő pályaválasztásuk felől, érdeklődtek az érdeklődésüknek a különböző célterületei felől, segítő beszélgetésekkel előhívták a gyerekekből azt, amit máshol, más körülmények között esetleg nem tudtak elmondani vagy megfogalmazni saját magukkal kapcsolatosan. A tutoroknak dolguk volt az, hogy a pedagógussal, a szülővel tartsák a kapcsolatot egy éven keresztül. A Kárpát-medencében mindössze 500 iskola vállalta azt a megmérettetést, aminek az eredményeként a füredi Eötvös iskola is akkreditált tehetségponttá válhatott. Ilyen hamar azonban az intézmények nem szoktak eljutni az akkreditációig, mindez az iskolavezetés és az itt dolgozó pedagógusok felkészültségének és elhivatottságának a bizonyítéka, tette hozzá Bajor Péter. Az átadó ünnepség alkalmával a város polgármestere úgy fogalmazott, nagy büszkeség számára a diploma, amit egy pedagógust, diákot és szülőt egyaránt próbára tevő időszakban ért el az iskola. Bóka István a város nevében köszönte meg, hogy minden gyermekben megtalálják, amitől sikeres és legfőképpen boldog lehet. Az intézmény udvarán rendezett ünnepség alkalmával Kecskeméti István Gáborné vezényletével az iskola kórusa énekelt, majd az 5. osztályos Bóka Laura szavalata után az Eötvös egykori diákja Kecskeméti Nándor játszott trombitán.